Több tízezren tüntettek a virginiai Richmondban a fegyvertartás mellett, miután az állam demokrata párti vezetése új jogszabálytervezetet készít elő a fegyvertartás szabályozásáról. Amerikában szinte bárki, bármikor, bárhol fegyverhez juthat. Az alkotmány 1791-ben elfogadott második módosítása alapján az Egyesült Államok állampolgárainak joguk van saját fegyvert tartani és hordani. Csak a szolidaritásomat akartam kifejezni virginiai testvéreimnek, mondja ez a szomszédos Észak-Karolajnából érkezett férfi. Nincs gond a fegyverekkel. Az országunkat fegyverekre, fegyverekkel alapították. Én itt születtem és nevelkedtem, teszi hozzá ez a helybéli férfi. Nem akarom, hogy a kormány elvegye a szabadságomat, az Isten adta jogomat ahhoz, hogy megvédhessem magam. Donald Trump tweetüzenetben állt ki a demonstrálók mellett. Azt írta, hogy a demokraták azon munkálkodnak, hogy elvegyék az emberek második módosítás szerinti fegyverhez való jogát. A demokraták előterjesztése szerint havonta egynél több kézifegyver vásárlása tilos lenne. Megengednék az önkormányzatoknak, hogy betiltsák a fegyvereket a parkokban és középületekben, és kötelezővé tennék a háttérellenőrzést minden lőfegyver vásárlásánál. Pontosan nem lehet tudni, hogy hány fegyver van Amerikában, mert csak bizonyos típusok használatát kötik engedélyhez. De becslések szerint 100 lakosra 89 lőfegyver jut. És hiába történnek a tömegmészállások, az amerikaiak csupán 61%-a szigorítaná a törvényeket, 41%-uk szerint minden rendben van.